Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most az édesbús dallamok után most egészen más ritmusa lesz ennek a dialógusnak. A vendégem Simon Attila, Spartan Race hős versenyző. És az extrém sportokról fogunk beszélgetni, mégpedig úgy, hogy mindenki megértse azt, amit Kovács Kati mondott, ezt pontosan idézem, az olimpiai bajnok kajakos fogalmazott úgy, hogy a fizikai felkészültség önmagában nem biztos, hogy elég, ha idegileg, szellemileg nincs rendben az ember fia. Nos, ha Simon Attila pályafutását megnézzük, a te pályafutásádat ebben a Spartan részben és az összes többi a hasonló túrában, akkor szinte bizonyos vagyok benne, hogy egyik oldalról fizikai felkészültség kell, és idegi, szellemi mindenképpen. Biztos, ez így van. Nos, akkor kezdjük azzal, hogy gratulálunk ahhoz, amit a Andorrában elértél, hiszen ez egy európai verseny, egy Európa-bajnokság volt. Igen. És a Pireneusokban azzal a szintkülönbséggel megküzdeni, erről majd később beszélgetünk, azt hiszem, hogy embert próbáló feladat, és ehhez kell felkészültség. És pontosan ezért kérdezem tőled, hogy hogy kezdődött, hiszen evezz a mélyre, kezdjük meg az elején. Hiszen egyik pillanatról a másikra egy ilyen sportot, mert ezt határozottan állítom, hogy sport, és ráadásul ez sport teljesítmény. Nem túlélés, győzelem minden egyes út. Nálad hogy kezdődött? Ez biztos, hogy sport, már csak azért is, mert aki ezt kitalálta, ő szeretné ezt olimpiai sportként látni majd, úgyhogy ezért lobbizik. Hát nálam ez úgy történt, hogy igazából a mozgás az mindig benne volt az életemben. Ilyen intenzíven azért nem. És ez tavaly nyáron történt, hogy voltunk kontrollon, a feleségemnek volt fogbeültetése, egy szájsebész fogorvos barátunknál voltunk ezen a kontrollon, és hát ő említette, hogy elkezdett Spartan Race versenyekre járni és edzeni, és ez nagyon jó, ő már csinálja több mint egy éve. Egyetlen problémája az, hogy amikor elmegy versenyre, akkor borzasztóan egyedül van. És mondtam, hogy hát ezen tudnánk segíteni, engem is érdekel ez a dolog. Elkezdem, és akkor majd találkozunk versenyeken. Nálam ez így indult, tehát hogy nem volt semmilyen egyéb hátsó gondolatom. Igen, de hogy lehetett felkészülni erre, hiszen evezz a mélyre, ugye már másodszor van, nem véletlenül. Igen. Hiszen ennek a sportnak mélységei vannak. Fizikai felkészültség nélkül mit sem ér, ugyanakkor párban jár a szellemi és lelki hogy ami legalább ugyanannyira fontos. Hogy ismerted meg? Mondjuk fizikailag hogy készültél fel? Milyen edzés munka kell ehhez? Elkezdtem egyszer, ugye mivel eleve úgy hívják a versenyt, hogy extrém akadályfutás, benne van a szóban a futás. Én ezzel kezdtem, mert hogy futni sem futottam soha életemben. Úgyhogy elkezdtem futni. És hát az első versenye még, ami egy 7 kilométeres verseny volt, ez egy Pannonhalmisza volt, tavaly október 1-én. Hát én előtte, szeptemberben elkezdtem futni. De egészen addig, a versenyig, én nem futottam 6 kilométernél hosszabb távot sem. Csak futkostam ilyen 6 kilométereket. És a verseny az kapásból 7 pluszos volt, tehát sikerült 9 kilométert futni a versenyen. Úgyhogy így indult. Nem volt semmi komoly előképzettsége. Csak hogy tudják, hogy miről beszélünk. Például az andorrai verseny mínusz van. A szintkülönbség 1500 méter. Tehát ez volt 500 méter. Így van, tehát 1500 méter a szintkülönbség, és maga a táv is 22 kilométer, tehát egy maraton fele. Csak természetesen nem síkban, hanem 60 fokos, 50 fokos emelkedőkön tárgyakkal. Hogy lehet erre edzeni? Hát egy éve folyamatosan erre edzek. Úgyhogy most már úgy kezdtem el az egészet, hogy egy volt profi világbajnok öklöző barátom az elmentem, és mondtam, hogy nekem felsőtestre van szükségem, mert szoftverfejlesztőként nem sokat emelgetem a ceruzán kívül az egyéb súlyokat. Úgyhogy kellene valami edzettséget elérnem. És azt mondta, hogy kezdjünk boxszal. Úgyhogy elkezdtük, én így kezdtem, hogy box és futás. Itt fontos a ritmus. Nagyon, persze. Tehát mindennek az alapja, hogy megtalálja mindenki a hozzáillő ritmust. Tehát nem érdemes máshoz hasonlítani a magunk készségeit, képességeit sem. Nem is nagyon lehet. Hogyan lehet fejlődni? Miként érhető tetten?
Igen, mondjuk ez érdekes, így 53 fölött, ugye most már elmúltam 54 is, csak amikor elkezdtem, akkor már 53 fölött voltam. Sokkal nehezebb minden. Tehát, hogy egy barátommal beszélgettem, és kérdeztem tőle, hogy hogy lehet izmot építeni 50 fölött, azt mondta sehogy. Hát mondom, ne hülyeskedj, nekem kell. De valahogy kéne. És akkor mondta, hogy jó, hát próbáld meg, ő szerinte nem lehet. De boxoló barátom már nem ezt mondta szerencsére, ő azt mondta, hogy persze, hogy lehet, hosszabb ideig tart, de kell, csinálni kell. És akkor csináltuk, csináltam az edzéseket keményen, ugyanúgy, mint a fiatalok, a 20 évesek. És tart nálam most már több mint egy éve ez, és most kezd valami érződni bennem, hogy van már valami kitartáson kívül, van valami fizikai erő is. Mit gondolt a családod, illetve a barátaid, a munkatársaid ahhoz, hogy egy ilyen sporttal kezded? Hiszen szoftver fejlesztőként valljuk meg, hogy a szék, a képernyő. Igen. És? Jó, hát mondtam azért, hogy mindig volt valami mozgás az életemben, ha más nem, akkor jártunk barátokkal kosárlabdázgatni. Tehát mindig sportoltam valamit, de ezek csak ilyen rendszertelenek voltak, heti egy-két alkalom itt-ott. Amit rendszeresen csinálok, az 10 éve a jóga. 10 éve jogázom, azt nem adom semmiért, kundalini jóga az nagyon fontos. Neked hát itt azért... Az, ami szellemileg összetart, igen. És fizikailag is komoly kihívás, meg kell, hogy mondjam, hogy nem az egyszerű jogák közé tartozik. Jó, amikor egy versenyre készülsz, akkor hogy lehet a terepet megtanulni? Nem lehet megtanulni. A Spartan Race, mint versenysorozat, az pont arról szól, hogy you will know at the finish line, magyarul megtudod a célba érkezés után, hogy milyen volt a pálya, hogy mik voltak az akadályok. Tehát alapvetően vannak olyan akadályok, amik szinte minden versenyen vannak. De hát én mindegyikkel életemben először akkor találkoztam, amikor az első versenyen, aztán a másodikon és a harmadikon, tehát mindig újak jönnek. Mit jelent szembesülni például a súlycipelésnél, hogy egy jószerivel lehetetlen feladatra vállalkozol? Nem lehetetlen, 40 kilót el lehet cipelni. Nem olyan borzasztó. Akkor beszéljük meg, hogy tehát elindul a verseny. Igen. Ott van a táv, a szintkülönbség, a hőmérséklet, mindenki a maga sajátos felkészülési módjának megfelelően vág neki a távnak. Igen. És egyszer csak ott tornyosul előtte egy akadály, plusz egy súly. Mi történik ekkor? Legyőzi, hát ez nyilvánvaló. Persze. De hogy, amikor szembesül vele, mi az első gondolata egy ilyen versenyen? Hogy már megint egy ilyen nehéz vackot ide raktak, és azt megint cipelni kell. És ezek milyen tárgyak azért? Ez összívik. Sokféle. Hát most például Andorrában életemben először találkoztam egy ilyen hajóhorgonylánccal, amiből egy 40 kilónyit kivágtak, és a nyakunkba csapták, hogy akkor ezzel kell felfutni a nagyjából 500 métert. És aztán visszahozni, letenni, aztán egy vödröt megpakolni, kavicsa, azt is tippelni. A versenynek pedig ugye ez a lényege, hogy ezt teljesíteni kell. Így nem lehet kikerülni elegánsan. Ezeket nem. Vannak olyan akadályok, amiket... Ha nem is kikerülni, de meg lehet próbálni, és ha nem sikerül, akkor burpee-vel kiváltható. Ez a magyarra fordítva a 4 ütemű fekvőtámasz. Ebből kell 30 darabot csinálni, ami borzasztó fizikai és lelki megterhelés, és hát ha ezt valaki mondjuk 5 ilyennel számol egy versenyen, akkor nagyjából 50 percet eldob, mert ez körülbelül ennyi. Vannak-e sztárjai ennek a versenysportnak? Akik folyamatosan erre készülnek profi körülmények között, igen, és ez vannak. Az életük, ha úgy tetszik. Nagyjából, most nem tudom pontosan, de 2012 körül indult ez az egész történet, és Amerikából. És ott Amerikában, ott a tévétársaságok már úgy veszik, mint a baseball meccseket, tehát hogy ott megvannak a sztárok, interjúk vannak, mérkőzés vagy versenyek előtt, után, tehát az ott nagyon komoly média jelenség. Voltál te a sportág Magyarországon, hiszen... Hát ide talán 2014-ben jött be, ha jól tudom. És ahogy jöttünk a stúdió felé, beszélgettünk, felkaptam a fejem, hiszen azt mondtad, hogy több ezeren vagytok. Igen. Ez a szenzációs, és Székesfehérváron is több mint 100-an. Biztos, hogy több mint 100-an. Egy-egy versenyen szoktunk 100 fölött indulni, csak Fehérvárról. Tehát vannak nagyobb városok, mint Szeged, Debrecen, Győr, ahol nagyobb létszámmal vannak komoly csapatok. És hogy épülnek fel ezek a csoportok? Együtt edzetek, vagy van mindenki olyan. A saját külön utat választ, és akkor a versenyeken pedig jó barát módjára segítitek egymást? Én egy ilyen külön utas vagyok, hogy így mondjam.
nem járok az SRTG-nek nevezett edzésekre, amit a Spartan Race talált ki, ez a Spartan Race Training Group. Ez minden városban van, ingyenesek az edzések. Én a Bootcamp Fehérvár csapatának a tagja vagyok, és bootcamp edzéseket tartunk itt Fehérváron a Vegyóban. Úgyhogy én ide járok, itt most ezt csinálom, ugye a box és az egyéb többi az most kiesett. Igen, értem. Milyenek a terepedzések? Vannak-e itt olyan telepek? Nyilvánvaló, hogy azért jó helyen vagyunk viszonylag a Velencei hegység, és igen, nem sorolom. Igen, így van, elindulok. Vértes, Bakony. Vértes, Bakony, így van. Amikor megvan egy versenytávja, akkor annak van limit ideje, vagy te önmagadban határozhatod meg, most például az Európa bajnokságon ugye több mint 700 induló volt, hogy az, annak tudatában, hogy milyen a pálya, hogy hanyadik helyen szeretnél elérni, bár ez mondja, ha hangsúlyozzuk, hogy ez nem, ebben az értelemben nem versenysport, hiszen önmagát győzi le az ember. De azért fontos-e az eredmény? Hú, de hát persze, ez egyén kérdése. Mindenkinek valahol ott van az elismerés vágya a belsejében. Tehát én is szeretnék eredményeket elérni természetesen. Érdekesen indult ez az egész, mert amikor az első versenyre elmentem kipróbálni, akkor még nem Spartan részre, Pannonhalmára, hogy egyáltalán milyen egy ilyen verseny, meg kellenek a tapasztalatok, milyenek ezek az akadályok, hogy néznek ki. Elmentem, és hát rögtön jött egyfajta eredmény, mert hogy igaz, hogy csak 33. lettem a nagyjából, tudom én, 900 indulóból, amiből az én futamomban 300 lány férfi volt. Tehát ha így nézem, akkor 10%-ban voltam nagyjából. Ez az abszolút eredmény, viszont a korosztályomat megnyertem. Tehát 50 fölötti korosztályban első lettem, de én erre nem számítottam, úgyhogy én hazajöttem Győrből. Illetve nem Győrbe, bocsánat, Pannonhalmán volt a verseny. Hazajöttem Pannonhalmáról, és azt gondoltam, hogy ez így rendben is volt, 33. nem a rossz 10%. És akkor jött a hír, hogy hát eljöttem, pedig hát át kellett volna vennem az érmet, meg az ajándékokat. Mondom, milyen érmet, meg milyen ajándékot? Hát, hogy korosztály első lettem. És akkor elküldték postán utólag. Tehát ez úgy meglepett, és nagyon jó érzés volt, hogy így első verseny, és rögtön valamilyen elismerést már is szereztem. Hát ez nyilvánvalóan pozitív megerősítés. Igen, mindenképpen. Hogyan lehet fejlődni? Az észleli-e az ember fia? Az, hogy erősebb leszel, igen, az edzésektől, az nyilvánvaló. Igen. De hogy tapasztaltabb, rutinosabb, akinek már meg sem kottyan egy bizonyos távolság és egy bizonyos szintkülönbség, az nyilván az így előfordulhat. Én nagyon nehezen érzékelem ezt, de azt mondják, hogy az első év az ilyen. Igazából biztos, hogy van fejlődés, csak közben nem csak én fejlődöm, hanem a többiek is fejlődnek. És ezért van valószínűleg az, hogy nem nagyon mozdulok erről a 10% körüli szintről, illetve vannak versenyek, ahol még a 10%-ba se tudok bekerülni, mert annyira profik indulnak, meg fiatalok, hogy velük szemben nehéz. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a limit idő a Forma 1-ben. Igen, itt nincsenek limit idők. Limit idő csak az Ultra Beast nevű versenyen van, ami már 50 km, és ilyen 100 akadály körüli. Ott van limit idő, mert az ugye az 50 kilométert hegyen, völgyön és mindenféle súlyokkal, meg akadályokkal együtt meg kell tudni csinálni egy ilyen 11 vagy 12 óra limit idő. Ugye annak, aki másik versenyen nincs, egy ilyen sportágat választ, és most térjünk vissza az Európa-bajnokságra, nem kell motivációs tréning, ebbe bizonyos vagyok, igen, benne, hiszen én azt mondom, hogy ez önmagában is egy szellemi felüdülés valamilyen szinten. Viszont a felkészülés után, tehát minden verseny vége egy következő kezdete. Igen. Ugye valamilyen szinten. Igen. Lehet választani a versenyek között? Tehát van arra lehetőség, vagy a lehető legtöbb verseny a legjobb edzés? A lehető legtöbb verseny az a legjobb edzés. Ezt komolyan mondom, mert mondom, mindig vannak újabb akadályok, amikre úgysem tudsz felkészülni. Nekem az ilyen mumus akadályom az általában az egyensúlyozás. Akárhogy próbáltam. Ez mit jelent pontosan? Hát ez azt jelenti, hogy van egy ilyen vékony, nem túl széles deszka, amit föl kell futni, egy ilyen 4-5-6 métert végigfutni rajta, vagy végigmenni rajta, és a túloldalán le. Ugye a legjobb megoldás végigfutni, de hát én nem tudok még. Értem. Még lassan sem tudok rajta átcsöttenkedni, mindig leesek, tehát ott mindig megvan a 30 burpee. Eddig, de hát remélem, hogy ez nem lesz mindig így. Nos, az andorrai Európa-bajnokság után azért már is itt volt a következő megmérettetés, még szeptemberben, igen, nyilvánvaló. Igen, egy hét erről itt láttunk egyébként közben képeket.
ez mekkora kihívás? Hiszen láttam az utolsó képet, majd szembesülnek vele a nézők is. Nem akarom elárulni, de ilyenkor már nem fit az ember. Hát nem. Annyira nem. Én is milyen volt ez a verseny? Erről beszéljünk akkor. A military az egy borzasztóan kemény verseny volt. Ott hihetetlen felső testre van szükség, mert mászás volt mászás hátán, tehát folyamatosan csimpaszkodni, mászni kellett mindenféle köteleken. És hát a military versenyen az volt a kiírásban, az szerepelt, hogy 33 akadály van. És mindez 12 kilométeren, ami nem egy hosszú táv. És a 33 akadály az igazából úgy jött ki, hogy egy akadály, az nagyjából a Spartan rész versenyekre normálva 3-4 akadály. Mert hogy ahhoz, hogy az akadályt egyáltalán elért, föl kellett mászni egy kötélen. A kötélmászás az egy akadály nálunk a Spartan részben. Föl kellett mászni, akkor ott mondjuk egy ilyen lajhármászással átmászni a 6 métert egy másik fához, akkor ott egy ilyen kötélhágcson valahogy átcsimpaszkodni a következőhöz, és ott le. És akkor így 4 akadály mondjuk egy Spartanon, itt meg egy. És ebben volt 33, tehát durván 100 Spartanos akadályt kellett leküzdeni, és a végig a karokra volt szükség, úgyhogy ez nagyon kemény. Igen, volt. Ez távolságban mit jelent? Mármint ugye azt tudjuk, hogy körülbelül arról beszéltünk, hogy az Andorra milyen igen. volt. Tehát ugyanilyen hosszú távok vannak? Nem, ez egy 12 kilométeres verseny volt. De általában az itthoni versenyek, amik szintén ugye a nagy franchise-ba tartoznak, ez a Spartan részes versenyek, ezeknek úgy van meghatározva, 3 táv van alapból. Van a legrövidebb táv, ami ilyen 5 kilométer pluszos, a közepes táv az ilyen 12-3 kilométer, és aztán van ez a 20 fölötti, amin én voltam most Andorrán, ugye ott nem lehetett választani, ott ez volt a kiírás, az meg egy 20 pluszos verseny. Egyébként, ha valaki mindegyik igen. távot megcsinálja, bocsánat, akkor az szerez egy úgynevezett trifecta érmet. Ugye, mert hogy 3 távból. Most nekem ez a zeplény, ami most lesz majd jövő hét, vagy ezen a héten, hétvégén. Ez lesz a 3. versenyem Magyarországon, és így lesz egy magyar trifecta érmem majd. Igen, a militarival kezdődött, aztán van a... A military az egy másik. Nem az egy másik? Az egy másik kategória. Tehát az akkor nem több szövetség van? Nagyon sok szövetség van ma már. Sőt, idén valamikor szeptember elején megalakult az OCR versenyeknek, tehát ezeknek az általában valamilyen akadályfutó verseny kategóriába tartozóknak az országos bajnoksága, vagy országos, minek hívják ezeket a fórumokat, és nem jut eszembe hirtelen. Tehát, hogy van most már egy olyan, aki majd kiírja a magyar bajnokságot, és így tovább szervezett. Tehát szövetségbe tömörültek. Szövetség, így van, bocsánat, ez nem jutott eszembe. Egy szövetségbe tömörültek most már, és ez a szövetség fogja majd kiírni a versenyeket. Az első már meg is volt, csak pont Andorrával egy időben esett, úgyhogy a magyar bajnokságon nem tudtunk indulni. És akkor jött a október 7-én a Nemzeti Hajsza. Igen. Ez egy hagyományos verseny. Ez a Pannon Hajsza nevű sorozatból nőtte ki magát. Győriek szervezik, Pannon Hajsza, Suli Hajsza, Székely Hajsza és Nemzeti Hajsza, ez a csúcs. És a Nemzeti Hajszán a bajnokok futamában indultam én, tehát ha valaki valamilyen korcsoportban vagy bármilyen ilyen Pannon Hajszán bajnok volt, akkor azt meghívják ide. Mi teszi, ezt szintén láthatom képet róla, mi teszi a Nemzeti Hajsza versenysorozatot különlegessé? Hát most először rendezték idén, nemzeti bajnokot avattak. Tehát itt a két kategória van, a 7 kilométeres és a 14 kilométeres verseny, és ezeknek a versenyeknek a bajnokok futamában induló versenyzők közül egy valaki megnyeri a hetet, illetve a 14 kilométerest, ő lesz a nemzet bajnoka ebben a kategóriában, és itt ez fiúknak és lányoknak is ki van írva, úgyhogy 4-en lettek idén bajnokok. Nyilvánvaló, ahogy már az imént említettük, hogy minden verseny véget, egy következő verseny kezdetet, tehát a Nemzeti Hajsza után említetted, hogy a hétvégén is egy következő jön. Van a regenerálásra idő, tehát a regenerációra? Nagyon kevés. És sokan mondják, hogy 50 fölött azt nem lehetne, amit én próbálok. Mert én próbálok minden nap edzeni, de nem lenne szabad. Azt mondják, hogy többet kellene pihenni, mert úgy lehetne igazán eredményeket elérni.
Az lehet, hogy így van, nekem viszont állóképesség kellene most elsősorban. Tehát a boxon túl egyébként mi szerepel még az edzés programban? Bootcamp van, a bootcamp az elég kemény. Kemény? Az kemény. Tehát az nem egy-egy. Ott van, néha futó edzéseket is tartunk, tehát futunk is benne. Kimegyünk terepre is futni. De hát itt van tényleg a zsákcipelés, a másik ember cipeléssel. Nekem pechem van, mert én vagyok az egyetlen 70 kilós, mindenki 90 kiló körül, úgyhogy föl kell kapnom egy embert, és fölfutni 4 emelet magasra. Viszont a másik oldalról a versenyen ez könnyedséget jelent a könnyűség. Nekem ez jó, ez abszolút jó. És akkor most a következő verseny lesz a jövő héten, és egyébként igen, ez téli-nyári sportág lett? Ez abszolút. Ez állandóan van. Vannak téli versenyek, amik kimondottan téli versenyek, azoknak megvan a megfelelő kötelező felszerelése, amit használni kell. Igen. De mindenkire rá van bízva alapból, hogy szeretne. Hogy állnak fel? Ugye többször esett már szó a korodról, senki nem mondaná meg egyébként, de ilyen értelemben mindegy is. De a fiatalok szívesen választják ezt a sportágat? Van felmenő rendszer ebben az értelemben? Tehát a kezdőknél van olyan, hogy fiúk, lányok, de tizenévesen elkezdik, mert érdekli őket ez abszolút, az extrém sport? Abszolút. Vannak, minden versenyen van gyermekfutam is. Tehát itt a kisiskolásoknak is megvan a lehetőség arra, hogy kipróbálják. Illetve hát most az EB-n kint volt egy srác, 16 éves, és mivel Andorrán olyanok a törvények, hogy nem kötnek biztosítást 18 év alatt senkire, és a Pireneusokban nem mehet fel 18 év alatti ember, főleg sport célra, hogy ott futkosson, ezért nem engedték elindulni, pedig kvalifikálta magát az Európa bajnokságra. Tehát rendkívüli tehetség. Nagyon. Úgyhogy kénytelenek voltak beíratni őt, vagy voltunk ott néhányan, kénytelenek voltunk segíteni neki, és beírták őt az Openre, a nyílt futamra, ahol voltak 1700-an, mert hogy ilyen is volt, hogy a 700-on kívül még volt 1700 induló, és ezt a sprint futamot simán megnyerte 16 éves létére. Úgyhogy ez kemény teljesítmény. Hát igen, hát nyilvánvaló, hogy a felkészültségen nagyon-nagyon sok múlik. Igen, igen. Mit érdemes kívánni egy magatfajta extrém sportolónak, aki példakép is lehet, hiszen az elszántság, ami 50 felett elindított téged egy úton, az azt hiszem, hogy nagyon is tiszteletre méltó. Nos, mit kívánjak? Hát én nem tudom, én nem kívánok magamnak különösebben. Azt megígérem viszont, jó, akkor azt kívánom, hogy egészséget értelemszerűen, és minél jobb eredményt már akár most a héten is, hiszen az eredményeid, az eddigi eredményeid is köteleznek. Azt, hogy én folyamatosan utána nézek most már, és figyelni fogom. Ja. Mert nemrégiben beszélgettem egy falmászó csapattaggal, és utána ránéztem, és egy kicsi lányról kiderült, hogy Európa egyik legjobbja lehet, 16 esztendős ő is, igen, mint az igen. A másik. Tehát igen. Ő is egy csoda, és elmegyünk mellettük óhatatlanul is, miközben fantasztikus sporteljesítményekkel szembesülhetnénk itt Fehérváron is. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok neked, eredményeket, egészséget, és köszönöm, hogy megtiszteltél. Azt hiszem, hogy a nemzeti színű... Ezt viseltük Andorrában. Azt hiszem, hogy ez kötelez. Igen. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Simon Attila volt, aki a Spartan részen Andorrában érte remek sikert magyar színekben Székesfehérvárnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!